Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket. Ismét a labda pattog a Promontor utcában, a BMTL nagyszerű stadionjában. Igen ám, de másmilyen lesz ez a labda, mert ez NB2-ben pattog, kérem szépen. Ott, ahol a Budafok mindig is tartozott, ahova tartozott, és ahol helye van, a labdarúgás második vonalában. Dacára annak, hogy voltak ők annó első osztályok is. Tehát végre oda került a csapat, és tavaly remekül szerepelt a bajnokságban, remekül szerepelt a kupába. Azt várja a közönség, hogy az NB2-ben, ha nem is bajnok, de az első 8-10 csapat közé kerüljen ez a nagyszerű csapat, amely azért némileg átalakult, mert hallják a neveket, és az első fordulóban egy nagyon nehéz ellenfelet, a bajnoki címre jogosan aspiráló nyíregyházi gárdát kapják. Szokásos, tradicionális piros-fekete rossoneri mezében a Budafok, tiszta fehérben a Nyíregyháza, és nézzük majd most először a meccs elején, mielőtt elkezdődik a mérkőzés, egy köszöntés következik, hogy Molnár Jankát, a kiváló atléta reménységet köszönti majd Jakab János, Bélteki Róbert és Vizi Sándor. Molnár Jankát nagy taps köszönti az EOFON 400 méteren. Bronzérmet szerzett Janka, egy nagy-nagy reménysége a magyar atlétikának, és hadd emeljük ki Barta Attila nevét és felesége nevét, Éva asszonyét, akik nagyon sokat tettek ezért a kislányért. Nem véletlen tehát, hogy Bélteki Róbert, Vizi Sándor és Jakab János, a BMTE megbízott és tiszteletbeli elnöke köszöntik ezt az ifjú hölgyet, hiszen megérdemli, még egyszer mondom, a magyar atlétikának sok ilyen lányra van szüksége, és a budafoki atléták, a serdülő, az ifjúsági országos bajnokságokon és az EOFON is megmutatták, hogy számítani lehet rájuk. Jankának mi további nagyszerű sikereket kívánunk, és azt, hogy tovább öregvítsék a budafoki atlétika hírnevét, és még egyszer Barta Attilának és feleségének, Évának is gratulálunk, akik remek versenyzőket nevelnek. Nézzük most a két gárda összeállítását. Kezdjük a vendégcsapattal, egy ismerős név, Jova Levente, a Ferencváros egykori kiválósága. Ötöse Fodor Ferenc, nyolcasa Holdam Gergő, kilencese Rezes, tízese Pekár László játszik. Tizemes Rubus Tamás, 14-ese Rudolf Gerge, ugye ki ne ismerni ezt a nevet, ő a csapatkapitány. Hinoar Kristóf 17-es, Forró Gyula, Kecskeméten is megfordult, 23-as. Csillus Tamás, szintén a Fradival nevelkedett, 30-as. 71-ese Dragoner Dávid Filip, tehát tele NB1-es játékosokkal. Hermán Sinanovics Gajdos Bajzát, ugye szintén válogatott, Kesztyűs, Szokol és Kelemen üldögélnek, Lucsánszki Tamás kispadján, a csapat szakmai igazgatója pedig szintén egy légifradista, Szűcs Mihály. Kezdődjék hát most a találkozó. A Budafok összeállítását még nem mondtam el önöknek. És a játékvezető engedélyt adott Szabó Balázs a kapuban, Margiti Csandor hármassal, Csizmadia Csaba 85-ös, 91-ese Vaszicskó Gergő, 26-os a Patkos Imre Rián, 10-ese Kovács Dávid, 13-as a Veszelino Vladimir, 21-ese Kírják Hendrik, egy fiatal játékos, 7-ese Vankó Imre, elő pedig 19-ese Olá Lóránt, és 60-assal a sérüléséből felgyógyult Pölöskei Péter. Somogyi Harsányi Vas Máté, nagyon tehetséges játékos, az STK-ból érkezett Fradi nevelés, Illés Dávid, Keresztes Krisztián, Kerekes Krisztián, Kíz Kornél és Nagy Tamás, aki szerencsére szintén gyógyult és végig egészséges, és végig tudta csinálni a felkészülés üldögének. Bruckner Mester kispadján, Vég Bence, egy tradicionális kezdőember, ezúttal sérült, míg a túloldalon Kártik Bálint, aki szintén kezdő lett volna, szintén sérült a Nyíregyházába. Itt a budafoki közönség kemény magja, nem teljes létszámmal, hiszen azért ne felejtsék el, nyár van, és még strandidő, nyaralási idő, és érkezett a nyíregyházi Mastiffból is, legalább egy 30-40 fő, tehát a hangulat az meg lesz. És nézzük most, milyen hangulatot teremtenek a fiúk, Patkos Imre Richard és Kovács Dávid. Kovács Dávid leadása nem jó most, és a Nyíregyháza indulhat. Egy hosszú indítás, lesről nincs szó, Dragoner Filip lép ki, gólhelyzet, Dragoner az első percben középre tenne egy labdát, tesz is egy labdát, és visszavetődve Szabó Balázs véd. Hát kérem szépen, az első perc már is nyíregyházi lehetőséget hozott. Egy nagyon hosszú és nagyon jól előrejövett labdával megindulhat Vankó. Nagyon gyors Vankó, befelé húz, ellövi Vankó! Fölé, nem volt rossz, Jova Levi szemmel verte a labdát, de egy ígéretes budafoki lövés a 7. percben. Veszelinov, itt Kovács szabadon, és Veszelinov észre, és vette Kovács Dávidot. A két Dávid közül most Kovács játszik, és nem Illés. Lágyan középre, Pölöskei elengedi, így jó olálórátnak vissza Pölöskei. Leteszi Vankónak, és újra jöhet az ívelés, Vankó teszi, ez hosszúnak tűnik, de a túloldalon Kovács Dávid éri el. Kovács szépen lágyan középre, olá, visszatette, és elsuhan a lábak előtt. Ígéretes budafoki akció a 10. percben. 18, ez most már 19. perc, és teljesen egyarangú ellenfél az újonc, az NB3-ból felkerült Budafok, és az egyik bajnok aspiráns a Nyíregyháza eddig ezen a meccsen. Vankóról visszapattan, és aztán Pölöskei elpörget egy labdát!
és Pölöskei volt a szabálytalan, azt ítéli a játékvezető, hogy mehet tovább, Pölöskei azt szeklamált, hogy őt egy kicsit ellökték, és a játékvezető most szabadrugást ítél, de a 19. percben ezt érdemes lesz visszanézni, bizony Pölöskei került helyzetbe. Kírják tovább teszi, de pontosan nyíregyházi lábra. Ez egy hosszú indítás, Vasicskunak kell versenyt futni, az nem az ő műfaja. Most megelőzték a nyíregyháziak, egy visszagorított labda, helyzet és Patkós Imre. Csodálatosan érkezik a 20. percben, és talán góltól menti meg a Budafokot. Azt látjuk, hogy a 28. percben járunk. És egy gyors nyíregyházi akció, középre gurított labda, gólhelyzet, gól! Középre gurított labda, gólhelyzet, gól a 29. percben. Dragoner Filip kilép, és az álmélkodó budafoki védők között megszerzi a Nyíregyháza a vezetést. Ismét jobb oldalon egy támadás, és Dragoner nem tudott hibázni közelről. 1-0 vezet a Nyíregyháza a 29. percben. Kírják szépen vissza, a Veszelinovőt megelőzik. Hoppá, Margit is lép oda, sárga lapot érően a 10-es számú játékosnak, Pekár Lászlónak. De egy biztos, Margiti Csandor besárgult, az első sárga a mérkőzésen Margiticsé. Az első gól a Nyíregyházai, az első sárga a Budafoké, jobb lett volna fordítva, de hát még egyszer mondom, tenger sok még az idő. Hosszú indítás, szabad ember, visszagurít, vá, nagy lövés fölé, úgy de szép támadás volt ez. Bizony, ahogy szokták mondani, sakmat, ajtó, ablak és pekár lövése volt az, ami fölé zúdult. Ez nagy helyzet volt, ha bemegy, egy szót sem szólhattak volna a budafokiak. Most kell a budafoki közönség bíztatása, érzik is a budafokiak, és bíztatásba is kezdtek. Jóval, Evi, és hát eddig egy ívelt fejest kellett védenie, kétszer homorított a lövés fölé ment, és ilyen kiugrások után kellett tisztázni. Olá Lóránt labdát csen, őt pedig lerántják a földre, szabad rúgás. Azt mondja Olá, Spori, hát visszarántás volt, ez miért nem sárga? Azért, mert csak kis visszarántás? Hát ilyen akciók nincsenek. Kovács kilép, felrúgják! Hóha! Hát ez a 35. percben nagyon gyanús. Kovácsot én úgy érzem elnyírták ott a 16-oson belül. Majd visszanézzük, de én azt hiszem, ez nagyon 11-es gyanús lehetőség volt a 36. percben. Ez bizony az volt, és aztán gyors nyíregyházi akció. Itt sincs szabadrugás. Hát bizony, ez előbb Kovács elesése, az nagyon gyanúsnak tűnt számomra. Még ezen lamentálok, miközben feljegyeztem. És látjuk Vankó Imrét. Vankó Imre megindul egy csel, ez jó, Vankó. Kovács visszateszi, Vankó két ember között, kihúzzák előre. Kovács kéz. Kovács, kinek dobhatom? Aztán Margiticsot választotta, aki ívelhet. Margitics, ível, Csizmadia nem les, középre, ott a lehetőség, és Pölöske jelöl elrúgják. Ho-ho! A 38. percben ez helyzet volt. Bizony helyzet. Bizony helyzet. Pölöskei az utolsó másodpercben tisztáztak előle. Szabadrugás után Rudolf Gergely, a csapatkapitány, ő is sok helyen megfordult, Franciaországban is játszott, Debrecenben is. Most a szomszédván Nyíregyházát segíti, és nincs les. Pölöskei megindul. Pölöskei, nézzük, Pölöskei. A 16-oson belül Pölöskei ellövi bele a védőkbe. Nagy lehetőség volt. Lesz a szabadrugásból indítás, mert Szabó kirúgja, de vajon hova, és ki tud ebből profitálni? Hát Pölöskei felé ez várható volt, Pölöskét megrángatták, azért csendben megjegyzem, de a labda Veszelinové, majd Olá, újra Veszelinov és Margitics mellette, de Veszelinov művészlélek, átvágja a túloldalra, Kovácsnak. Kovács középre teszi, és Olá elől, Jóva Levente nagyon szépen tisztáz, a 49. percben szép támadás végén lehetőség. Hosszan előretett labda, Patkós Imre elengedte, aztán zavarja az ellenfelet. Ez hosszú lesz. Nem, még elérte a játékos, de oldalháló. Hát bizony arról a helyről én csodálkoztam, hogy befutotta, Szabó kapus biztosított, nem volt veszélyes, de mégis helyzetecske az 51. percben, feljegyezhetjük nyugodt szívvel. Dragoner labdát kapott. Rudolf és Dragoner. Rudolf. Ebből rá lehet lőni egy labdát ebből a pozícióból, de nem vállalták el most a nyírségiek. Most egy labda les. Nem.
és gól. Nem, és gól. A játékot a partjelző nem csípol, nem lenget a partjelző, átemelik a labdát a kifutó kaposon, és fejjel eredményes a Nyíregyháza. Én azt hittem, hogy lesz, talán meg is állt egy pillanatra Vaszicskú is, és Szabó kapus is. Megszületett a Nyíregyháza második gólja. Csak hogy nem számolnak Margiticsal, aki labdát szerez. Mehet tovább, mert Veszelinové a labda, aztán Kovács, ez jó, és ez nem lesz. Pölöskei kilép, Pölöskei elhúzza Jova mellett, Pölöskei! És mellé rúgta Pölöskei, elhúzta Jova mellett, de kikeveredett. A legnagyobb helyzet a mérkőzésen, az 58. percben Pölöskei lövése mellé száll. Maradt a 0-2. Bruckner mester hangja hallatszik, de bevallom, most kicsit csönd van a közönség, nem figyeltem, de Rudolf Gergely megszerezte Vaszicskú labdáját, Rudolf gyorsabb, Rudolf ellövi, oldaláló. Nem volt kis helyzet, Rudolf lecsapott a labdára, és lövése az oldalhálót rezegtette meg. Rudolfoki akció, ez jó, ha Patkós eléri. Miért ne érni el? Tovább is teszi Vankónak. Eddig nagyon szép Vankó. Be az alapvonalig, jó Vankó, az első cselés jön vissza Patkósnak, most kell egy jó ívelés, Patkós íveli, Pölöskére elfelé, Kovács mellé. Nyíregyházi helyzet, a budafoki helyzet, a mozdulat szép, de nincs gól. Szerintem ellökték egy cseppet Vankót, ez nem zavarta a játékvezetőt. Ez viszont jó nyíregyházi akció lehet. Új, de nagy lövés fölé. Rezes László rezegtethette volna meg a hálót, lövése azonban fölé szállt a 82. percben. Patkós száguldott és befutotta a labdát. Vas. Vigyázni elől, mert les helyzet alakulhat ki. Vas, na most egy szokásos vasos szóló. Ott a lehetőség, Vankó, ez jó, Vankó egyedül viheti, Vankó átlöbböli, még mindig Vankó, és kifelé a szabadrugás, nem érvényes a gól. Vankó szabálytalanul támadta a kifutó Jovát, hát ezt majd megnézzük. Nem 11-est ítélt, nem adott tovább előnyszabályt, mert berúgta a labdát Nagy Tamás, hanem Vankó ellenfúj a játékvezető. Érdekes ítélet a 85-86. percben, majd visszanézzük egyelőre, szabadrugás kifelé. Azért engedte ki Vaszicskú, hogy utána az Atlanti-óceánig dobja a labdát, ez neki semmi problémát nem okoz egyébként, de elég lesz most az ötös sarkára, nézzük Vaszicskú, hossza repíti. Megint nyíregyházi fejek, hát a feljátékban most nem tudtuk megvenni ezen a meccsen nyírségieket. Vas Máté bölcsen kitette oldalra. Vaszicskú, megint lágyan, de kinek? Megint a kisember, Sinan Sinanovics. Nagy Tamás, tedd le Tamás, ellövi, és Jova Levente a kapufára tolta. A kapufára tolta Jova Levente. Hát ezért mondom, hogy jó kapus Jova Levente. Én csendben megjegyzem, szerintem Dibusz a Fradiba egyáltalán nem jobb, mint Jova Levente, és Jova Leventének Fradi szíve volt. Most azonban nyíregyházi szívvel tolta a labdát a kapufára. Óriási lehetőség, dicsérjük meg Nagy Tamást is a 88. percben, de maradt a 0-2. Kerekes Krisztián csúszik 300 métert a földön, na ez túlzás. Jó labda, megint Pölöskei, Pölöskei, levállalja Pölöskei, de hát két védő összezár, és kirúgják előle. Elesik a nyíregyházi fiú. Megszerezte Vas Máté, aztán Vankó. Vankó szlalomozik. 4 perces hosszabbítás, majd Vankó esik nagyot. Láttunk már ilyet, hogy 4 perc alatt kétszer betalált egy csapat. Ha ez a csoda most bekövetkezne, Fáklyás felvonulásokkal ünnepelnék meg a Kossuth Lajos utcában. A Budafok hívei gondolom, de hogy jó sok kriglisőrrel az egész biztos. Hát itt egy lehetőség, egy pontrugás után egyet lehet faragni a kettőből. Nagy Tamás fogja elvégezni ezt a labdát ballal, már ő fogja befelé rúgni. Közben biztonsági emberek oda gyülekeztek a nyíregyházi szektorhoz, de nincs ott gond, én szerintem nem volt eddig se probléma velük. Nagy Tamás, jól íveli, mindenki ott elmegy, kapufa! Hát ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Az anyám kenyerít, ez is fölé megy! Hát ilyen nincs, a 9. percben egyszerre 2 helyzet. A második kapufa, még egyszer mondom, a budafoki kapufa, az nincsen most a piros-feketékkel. Vaszi nekifutván, inkább Csizmadia fejét keresi majd talán. Vagy Pölőjét? Jova öklöz, kicsit csután, koi! Kírják, eltöri, ott van Csizmadia, ő is ível. Kovács, lesz. A hajó, amelyik elúszni látszik, elhagyta már a kikötőt, már csak egy vékonyka kötél köti őket a mólóhoz. Ezt a kötelet próbálja ráncigálni még visszafelé a Budafok, de valószínű,
A tenger árján erősebb lesz ez a hajó, és elúszik 3 ponttal a messzi nyírség felé. Begyűjtik a 3 pontot, ami a papírforma gyakorlatilag, ha a meccs előtt az esélyeket latolgatjuk. És be is gyűjtötték, mert ebben a percben vége a mérkőzésnek, de megérdemli a Budafok a tapsot, hiszen mindent megtettek, kapufákat lőttek, támadtak, összeölelkezik a két csapat. A rettenetes hőségben a Nyíregyháza hozta a papírformát. Semmi baj, Budafok, így kell tovább menni. Lesz ez még sokkal jobb is, megérdemlik a hajrá Budafokot. Én azzal búcsúzom, Budafok Nyíregyháza 0-2, viszont látásra, viszont hallásra.